Lopott idézettel fogom kezdeni. Természetesen megvallom, voltak pillanatok, amikor már magam is kezdtem igazat adni öreg barátomnak, ennek az öreg elégedetlenkedőnek, aki váltig erősítette kéziratom megpillantásakor, hogy tökéletesen időszerűen dolgokkal foglalkozom. Mert ugyan kit érdekelne a Napóleon és az, hogy valaha magyar földön is jár. Ma, amikor, és itt mindenki kedve szerint folytatja az idézetet, ezeket a sorokat Bajferenc Győrvár megye Derék levéltárnoka és érdemes egykori könyvtárigazgatója is, a 41 nyolc megjelent Napóleon könyvének bevezetőjében. Viszont ezek a tökéletesen időszerületen dolgok ma is képesek felkelteni az érdeklődést. Lennyire hivatásszerűen mi is ilyen érdektelen, időszerületen és felesleges dolgokkal mulatjuk egész életünket. A Hadtörténeti Múzeum könyvgyűjteményében meglehetősen gazdag napóleonkori és napóleoni háborúkkal foglalkozó anyag van, ebből próbálnék valamennyit bemutatni. A dokumentumbőség az több okra vezethető vissza. Először is nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy ez az időszak, amikor egy tudományos technikai fejlődés a könyvtermelés és papírtermelés minőségét, mennyiségét és a papír alapú dokumentumok használatát is megváltoztatja. A kézműves sajtó és a papírgyártás iparivá válik, a politikai, publicisztikai aktivitás, a sűrű katonai egye események, a mindenféle, mindenkit érdeklő politikai eseményekkel együtt iszonyatos információ éhséget és dokumentumbőséget hoz. Mindenki mindent akar tudni, sajtó, röplapok, könyvek, lehetőleg minél hamarabb és minél olcsóbban. A teljesen közönséges használati kiadványok mellett reprezentatív, szebb könyvek, dokumentumok is születnek, elegánsabb kötésben, jobbfajta papírban, de ez az az időszak, amikor mind az állami apparátus, mind a katonaság hatalmas mennyiségű használati dokumentumot igényel. Szabályzatok, jogszabályok, rendeletek, űrlapok. Ezeket nincs is értelme szépen, szép kötésben, nagyon maradandóan előállítani, és vannak olyan díszművek, amiket viszont próbálnak szépen és maradandóan. És nyilvánvaló, hogy minél nagyobb mennyiségű dokumentum születik, annál nagyobb a statisztikai valószínűség, hogy ebből több marad fönn. És Napóleon és a Napóleon kor, a háborúk, ezek nyilvánvalóan elég komoly gyűjtőszenvedélyt indukáltak már abban a pillanatban, amikor kitörnek az események. Mert mindenki érzi, hogy ez valahogy nem mindennapi. Valami történik, ami mindenkit érint, és nyilvánvalóan akkor próbál valamit emlékbe eltenni. És nem csak technikában, könyvtermelésben állunk két világ határán, mentalitásban is. Az emberek rengeteg mindenhez máshogy kezdenek el viszonyulni, máshogy gondolkodnak, politikai uralmi módszerekben is igen komoly változást ismerhetünk meg. Lehet látni a régebbi és újabb fajta könyvek, dokumentumok összehasonlításában, ezek még mind általában ronypapírra készülnek. Vannak szebb, jobb, rosszabb kötések, de mindenki azt próbálja, hogy legyen használati példánya, és legyen megőrzésre érdemes. Érzik, hogy azért itt van sok minden, amit érdemes hosszabb távon eltenni. Rengeteg röplap, életrajz, leírás, történetírás tömegével, harmadával születnek. Szabályzatok természetesen. Ebben az időszakban nagyon nagyot ugrik a szabályzat, katonai szabályzatok előállítása és a katonai életszervezettsége. Már magyarul is nagyon sok minden jelenik meg, ezek egyrészt a nyelvi csemege is napjainkban már, és hát a különböző csata és történet leírások. Némelyik olyan, hogy az ember egyszerűen beleszeret magába a dokumentumba, és egyszerűen azért olvassa el, mert érdekes, meg szép. És látjuk, hogy ezeket nem csak begyűjtötték, használták is. Tele van jegyzetekkel, kortársival, és utána pedig később ezt rengeteg helyen őrizték. A letett könyvtárakban mindenhol ott marad a napóleoni háborúk dokumentuma, és nem csak a Napóleon mellett,
hanem mindegyik résztvevő ország, állam és politikus hagyatékában, mert ez mindenkit érint. Európát és a világot felforgató évek ezek, és a begyűjtött dokumentumok nagy része az meg is marad. Lehet látni rajtuk a tulajdonosváltásokat, különböző szervezetek, figurikönyvtárak, ezredkönyvtárak, magánszemélyek, érdeklődők, és mindenfélét próbálnak eltenni és megőrizni. A mi gyűjteményükben is nagyon sok minden kerül be, részben gyűjtői adományból, vagy vásárlásból, és nagyon sok ezredkönyvtárakból, vagy a Ludovika Akadémia egykori könyvtárában. Nem szabad elfelejtenünk, hogy a napóleoni háborúk a Ludovikán mindig is tananyag volt. Tehát az azzal kapcsolatos könyveket az életrajzokig bezárólag gyűjtötték. A nyelvi megoszlásban ebben francia, német, kisebb mértékben angol, a mi gyűjteményeink leginkább német, francia és magyar nyelvi dokumentumokat őriznek. Ezek között vannak kopottabbak, ebbek, van, ami gyönyörűen őrzi és mutatja a századforduló még klasszikus hagyomány, az előző századforduló klasszikus hagyományait, bőrkötés, aranyozott, szépen metszett betű, hogy legyen valami szép a polcon típusú enciklopédiákat. Melyiken még lehet látni azt is, hogy mennyire papírból van. Hatalmas nagy díszművek is születnek, amelyek ilyen 50-60 centi gerinc magassággal, vagy még nagyobban próbálnak a nagy időknek és a nagy embernek emléket állítani. Hatalmas metszetekkel, nagyon gazdagon illusztrálva, és tényleg felmérhetetlen mennyiségű anyag születik. Hadjáratokról is, háborúkról, és a legkülönbözőbb szép, elegáns, bűbályos vagy fura bejegyzésekkel és képekkel. Ezen a képen például remélhetőleg látszik, hogy milyen remek, jó minőségű ronypapírra nyomták, és utána valamelyik elődünk szépen beleírt a ceruzába, hogy korabeli, hogyha magunkban nem jönnénk rá. A Napóleon halálának évfordulóját üljük, de nem csak az akkori évforduló, hanem ez folyamatosan. Igazából Napóleon élete, bukása, halála után is folyamatosan mindig volt, és találtak arra alkalmat, hogy erről újabb és újabb dokumentumok szülessenek. Főleg Napóleon életrajzok, mert nagy ember, nagy életrajz az mindig kapott bármilyen nyelven a piacon. Vannak ebben elegánsabb, szebbek, a 19. század közepén az akkori stílusnak és kornak megfelelően a kicsin sasfiókot is kénytelen voltam betenni, mert nem volt szívem kihagyni a kisdedet. Ezek már a 19. század közepi napóleonikák. Mindegyiken gazdagon megtalálhatjuk a korszak jellemző emblémáit, és hatalmas nagy atlaszok, Napóleon jelmiképekkel ellátott kötetek születnek, utána pedig a tiroli és német kötetek is elkészülnek. Ez a 100 éves évfordulót már nagyon komolyan könyvdömpinggel emlékeztetnek rá, hogy ez megtörtént. Nyilvánvalóan ez nem Napóleon párti, de mivel a napóleoni hadjáratok mindenhol máshogy és máshogy csengtek le, vagy szabadulást, felszabadságot hoztak, vagy úgy érezték, hogy ők most idegen megszállás alatt vannak, de mindenki foglalkozott vele, és hozott ki dokumentumokat. Ezek a könyvek részben lektőri jellegűek, a patinók könyvtáraiban, magánkönyvtárakban, szalonokban megőrzésre kerültek. Említettem már, hogy a Ludovikán, ami a Ludovikán volt, az rengeteg tulajdonosváltással, de jó esetben végül nálunk kötött ki. Különböző típusúak, és nagyon szépek a tulajdonbejegyzések és bejegyzések változásai. A 900-as évek elején már az akkori bútorkönyvek divatjában hoztak ki napóleonikát. A nagy francia forradalom, Napóleon, életrajz, olyan, ami a századforduló könyv stílusának és divatjának megfelel, legyen szép, nagy, mutatós, színes, nem csak olyan, amit szívesen lapozgatnak, hanem hogyha ott van a szalomban, főleg lássák, hogy az megvan a háztartásban.
Ez a gyönyörű ötkötetes Napóleon sorozat is egy magán tulajdonú könyvtárból került hozzánk. A védőborítóik gyönyörűen mindent megőriztek több mint 100 év során. Újságok is adtak ki különböző emlékköteteket, ezek olcsóbbak, egyszerűbbek, hatalmas példányszámmal jöttek ki, nyűvöttebbek, sűrűbben forgatták, de vannak nagyon szép aranyozott kötésűek, színes műlapokkal, különleges előállításban megszületett művek. Egy hatalmas, nagy, igazán komoly bútorkönyvnek nevezhető díszművek, természetesen hát Károly főherceg nagy csatájának is különböző minőségű emlékkönyvei készültek el. Készült a legparádésabb sorozat kis példányszámban az uralkodóház tagjainak számára, készült vászonkötésben, kevésbé színes mellékletekkel, és teljesen közönséges variációban is. Ebben az a kivételes, hogy bele is nyomtatták, hogy melyikből hány példány készült, és milyen minőségben. Itt van kettő mutatványban. Na, de nézzünk már is. Van, ami ebből nagyon szép bőrkötésű, aranyozott lapszélű, igazán finom, jó kézbe venni, és vannak a közönségesen csak vászonkötésben, átlagos kötésben szaladgáló kötetek. Szó lesz majd a napóleoni érmekről, annak az egyik alapműve, Babilonnak ez a hatalmas érmészeti alapmunkája, nagyon ritka, nagyon értékes, nálunk is gyűjtői tulajdonban volt, mielőtt a Hadi Múzeum megvette, ez tényleg hatalmas és impozáns és alapvető szakmunka. Tehát mi az, ami ezekben mindenképpen előfordul? Azok az emblémák, szignók, amelyek a korszakra jellemzőek. Mind a két oldalon nyilvánvalóan, tehát van Napóleon és a Gloire, és van a három császár, amelyik legyőzte őt, illetve az a három császár, akik sorában ő a harmadik, Nagy Sándor, Julius Cézár és Napóleon. Tehát mindenki választhat magának a három császárokból bármilyet, vagy a három királyokból. Az biztos, hogy Napóleon az mindig egy kurrensgyűjtői téma lesz, nagyon kurrens kiállítási téma, és soha nem fogunk kiszeretni az anyagból, mert véghetetlen bőségben kerül elő, és marad ránk.